mindenki úgy könyveli el, hogy a legendás magyar grafikus nemzedék egyik fontos alakja, és ez igaz is, de érdemes megnézni ennek a legendás grafikus nemzedéknek egy kicsit a környezetét, a hátterét, milyen nagyon-nagyon különös körülmények között alakul ki, mondjuk az 50-es évek közepétől a 70-es évek végéig, amíg ugye a rendszerváltás előkészítő periódusban nem érkeztünk, ennek a nemzedéknek és a magyar művészet csinálásnak a története. Egy csebben a tenger, a Rossz Arnold életmű is, mert benne, és az őt körülvevő, az életművet körülvevő alkotók tevékenységében ott van a 20. század második felének magyar története is. Egy kicsikét. Rengeteg indirekt megfogalmazással kell élnünk, hogy ezeket a tényleges történelmi eseményeket és alkalmakat meglássuk a művekben. Kétségtelenül igaz az, hogy Grosz Arnold, ha a kitüntetéseit figyeljük, vagy az elismeréseit nézzük, akkor a 20. századi magyar művészet, most már mi a 21. század második évtizedében vagyunk, és innen nézünk vissza egy valamikori múlt századi magyar történelmi folyamat apró pillanataira, az elismeréseknek sorát kapta meg, hiszen nagyon fiatalon, fiatal alkotóként, Erdélyből áttelepülő fiatal alkotóként 55-ben már Munkácsy Mihály díjat kapott, és aztán ezt kétszer is kaptam, hiszen 67-ben is megkapta ezt a díjat, és a híres krakkói nemzetközi grafikai biennálén 966-ban és 68-ban első díjat kapott. Most ezt azért emlegetném különös eréllyel, mert a krakkói grafikai biennálé ebben a közép-európai, szocialista irányultságú kulturális politikai tömbben a szelep volt, az egyetlen szelep, talán a ljubljanai, később elinduló nemzetközi grafikai biennáli, így Közép-Európában, a különös szelep volt arra, hogy a nyugat és a kelet kultúrája között valamiféle áramlás elindulhasson. És ebben az áramlási folyamatban a Grosz Arnold elismerése érdekesen interpretálja a magyar művészetnek nem éppen mondjuk a szocialista realizmus parti vizein létrejövő alkotásait, hiszen nem szocialista realizmusról van szó, valami egészen különös, más, mesélős, egyáltalán nem illúzionista realitásról van szó, amit a Grosz Arnold felidéz. Érdemes lenne eszünkbe venni, hogy mi is lehetett az oka annak, hogy ez a nagy nemzetközi teljesítményeket számon tartó krakkói nemzetközi biennálé, ahol többek között ebben a pillanatban olyan mesterek kapnak elismerést, mint a Viktor Vazarelli, aki hát Franciaországból az absztrakt geometriának egy kiváló mestere, és sokan mások, akik egyáltalán nem tartoznak ehhez a közép-európai kulturális tömbhöz, de a Grosz Arnold megkap egy elismerést. És aztán hát 95-ben jönnek az igazán nagy díjak, és ezek már a rendszerváltás utáni időszak elismerései. Vagyis az igazi elismerést, az igazi befogadást majd a rendszerváltás után fogja, nem biztos, hogy ez élvezet volt a számára, mert nem biztos az sem, hogy nagy odaadással figyelte ezeket a kívülről érkező elismeréseket. Ez a személyiségéből következhetett, később szó lesz talán majd erről is. És aztán hát sorban jönnek azok az elismerések, amik végeredményben arról szólnak, hogy az ország megismerte őt, a nyelvezet, amit kialakított, olvasható és érthető lesz, a közlések, amiket tett a magyar vizuális konvenciórendszernek részévé váltak. És még nem szóltunk semmit arról, hogy milyen is ez a valóság, és hogyan is formálódik ez a valóság. Hát ennek a mi kis kiállítás megnyitónknak, befejezésünknek az lenne a feladata, hogy néhány lényeges, talán tovább gondolható gondolatot adjunk a Grosz Arnold életmű jobb megértéséhez, és a nemzedékének a jobb megértéshez, meg a korszak értékeléséhez is talán.
Az biztos, hogy az 1950-es években, tehát amikor a Munkácsi Mihály díjat kapta, itt a kiállításon is látható, amit én mutatok, az nagymértékben tapad a kiállításon látható dolgokhoz. 1954-ben nem tudjuk még eldönteni, hogy ez a Gross Arnold, ez vajon egy tájleíró, plenerben oldott, realisztikus, posztimpressionista mester lesz-e. Nem tudjuk még, hogy konstruálás szempontjából, vagy az ornamentikához való viszonyulás szempontjából lesznek-e méltatható mozdulatai. Azt tudjuk, hogy van valami megejtően egyszerű és teljesen jól olvasható, közvetlen realitásigény benne, azonban ez a realitásigény át van színezve valami jól megfogható költőiséggel a színezékeknek ebből a finom árnyalatos átmeneteivel, ilyen glisszandókat állít elő, a színek így átcsúsztak egymásra. Többnyire jól ismerjük majd ezeket a szín átmeneteket, hiszen a zöldek, rózsaszínek, világos kékek, nagyon-nagyon laza és fényes árnyalatok fognak itt ráterülni a grafikai előadásra. 1954 és az igazán gondolkodó, felelős ember ebben a pillanatban, és azért vagyok bátor ezt idézni, mert a Reich Károly könyve itt van a polcon, látható az asztalon, ebben a pillanatban írja a Salvatore Quasimodo, aki Nobel-díjat is kapott, a korszak jellemzéseként, az antikvitáshoz és a művészetekhez való viszony jellemzéseként egy Vergilius átiratát, amiben elhangzanak ezek a sorok, a háború utáni kultúrának nagyon érdekes dilemmáit fogalmazza meg. Vergilius nyomán, most a latin dikciót nem mondanám, a magyart mondom, a Quasimodo, Somlyó György fordított a Quasimodo verset. Beszennyezett bennünket a háború, Orpheus teste férgektől nyüzsög, bőrét kiuggatták a tetvek. A háború utáni világ egy újra felosztott, különös karakterét kereső világról van szó, és Magyarország sem lehet ebből kivétel. Jól lehet, nekünk ugye Écs a vertás proklamációi alapján elmondták, hogy a tartalmában, a szocialista formájában, nemzeti stílusrendszerében hol vannak a megváltó dolgok. De ez nem az igazság. Az igazságot leírni, a valóságos érzelmeket leírni, a valóságos viszonyt tájhoz, múlthoz, emberhez, máshoz. Ez egy nagyon nagy feladat. Ez a művészet igazi feladata. Ezt hogyan fogjuk csinálni, miközben Écs a vertás proklamációi lebegnek a fejünk felett. Ugye a szocialista realizmus dogmarendszere lebeg a fejünk felett. Hogyan lehet leírni ezt a háború utáni különös hangulatot? Hozzáteszem, az igazán gondolkodó, felelős ember Magyarországon, Franciaországon, vagy Spanyolországon, akárhol a világon, az elgondolkodhat azon, hogy segítette valamit az a humanista világkép, amit megfogalmazott a két világháború közötti emberszerető és moralizáló irodalom vagy képzőművészet, hogy meg tudta állítani azt a folyamatot, ami embermilliók megsemmisítéséhez vezetett, tehát a második világháború élményéről van szó. Hogy Németország mit kezd magával, hogy mit gondolnak a németek arról 1946-ban vagy 47, ami történt a világban. Mit gondolnak a magyarok, akik ugye a németek mellett voltak, bennünket tanítottak is egyébként arra, hogy mit kell gondolni magunkról. Tehát eléggé furcsa és izolált helyzetben, különös depressziós keretek között él a magyar művész is. Ez a nemzeti kiállításokon nem látszik. A nemzeti kiállításokat jól megszervezik, nagyszerű, lobogós, munkásparaszt értelmiségi egység keretei között működő találkozások vannak, paraszt a munkás, a értelmiségi a katonával, és így tovább, tehát békés szövetségi politika folyik. Bernard Ariel a pártközpont hátsó falára egy-egy tévéhíradón, amikor elfelejtik összehúzni a függönyt, akkor látszik, bevillan,
hogy a Bernard Aurel ugye az 1960-as évek közepén ott befestette ezt a heroikus nagy egymástól találását a parasztnak értelmiségnek munkásan, ahol mindenki nagyon, nagyon egységesen működik. Ezzel kapcsolatban csak biztattam magukat, hogy a Komlói Helytörténeti Múzeumban, hogyha ellátogatnak, akkor ott a sok természettudományos relikvia és bányászattörténeti emlék között van egy Rákosi XY-on nevezetű festőnek, ez egy festő volt, nem politikus, a szocializmust építő Komló látképe című óriási festménye. Annyira tökéletes festmény, hogy azért érdemes Komlóra már önmagában is elmenni, megnézni. 56-ban megsorozták egy kicsikét, mert a pártitkár túl elő volt, meg a rendőrfőnök is túl elő volt, meg voltak ilyen gimnasztorkás kulturális tanácsadók a háttérben, megfestve persze, de a felhők, a komlói szilvafák, az épülő házak, a pártitkár asztalán a telefon és a vörösre festett földgolyó is. Már pontosan a pártitkár asztalán, íróasztalán, ami egy épülőház negyedik emeletén van, ma ellenőrizzék, amit én most mondtam Komlón. A pártitkár asztalán van egy földgolyó, egy ilyen modell, és minden kontinens vörösre van már a kék világóceánokban. Úgy vörösre van már festve, tehát a szocializmus eszméje elöntötte a földet. Szóval, és akkor közben meg az Orpheus testét kiugatták, a tetvek gondolkodunk, és azt mondjuk, hogy ez is igaz. Milyen utak lehet? Milyen megoldást találni? És akkor jön a rajzolás. A rajz egy nagyon-nagyon titokzatos, ha akarom közérdekű, ha akarom teljességgel egyéni tevékenység. El lehet dugni, könnyű eltüntetni, de mindent rögzíteni lehet a rajzzal. És van, aki elkötelezetten esküszik a vonalra, arra a grafikai médiumra, ami talán egyetértünk abban, hogy ez igaz lehet, ami a személyiség legsajátságosabb tükrözésére is alkalmas. Mindenkinek van talán tapasztalata a saját kézírásával, és milyen megelégedetten nézünk olykor a kézírásunkra, hogy ez én vagyok, ilyen vagyok, vagy megismernek bennünket a kézírásunk alapján. Van, aki elemeztet is önmagát a kézírása segítségével, mert alkalmas az emberi kézzel létrehozott jel arra, hogy a személyiségnek bizonyos tulajdonságaira fényderítsen. És megjelenik ez a rajz, ami nem tud hazudni. Még ha nagyon-nagyon szándékosan és irányítottan is akarják működtetni. És elmerül a rajzolásba ez az ember, mert nem tud állást foglalni a nagy folyamatokkal kapcsolatban. Nem akar. Magát akarja megismerni, a hozzátartozó legközvetlenebb dolgokat. Én sokkal érdekesebb dolgokat is fogok majd most mutatni. Mindenesetre hát az indulás pillanatában vagyunk. A kiállítás is jelzi ezeket az első lépéseket is. Nem különbözteti meg ebben a pillanatban a Gross Arnold műhelyét, aki hát 1929-ben született, a 60-as években, vagy az 50-es évek végén még nem öreg ember, tehát egy fiatal pályáját kezdő, távol megakasztott, sok minden pályáját kezdő fiatal ember. Nem tudjuk még, hogy ebből a természetleíró, pontos, a távlat törvényeivel is tisztában levő előadásmódból mi fog létrejönni. De azt tudjuk, hogy ebben a pillanatban a kulturális érdeklődésnek tulajdonképpen nem az élő művészet ad tápot, hanem a múzeumok adnak tápot. Mert van egy-két nagyszerű múzeum, amelyeket ugyan kibeleztek az oroszok rendesen, és vittek el javakat, de még mindig maradt annyi, mondjuk a szépművészeti, vagy a fővárosi képtár kiállításai, maradt annyi, hogy szabad tanulmányozni. És ott van a tengernyi Rembrandt, a szépművészeti múzeum, és ott vannak a Dürerek, a festmények is, és a grafikák is, ott vannak a Schongauerek, és ott vannak a késő gótika, a reneszánsz kéziratos anyagai, ezeket lehet látni. A fiatal emberek is, beleértjük ezek közé, a fiatal emberek közé a Kondor Bélát, a Lang Rudolfot, a Hürtz Ádámot, a Kass János, és beleértjük az öreg mestert is, a Hinz Gyulát is, aki a képzőművészeti főiskolán gyámolította valamelyest ezt a nemzedéket. Tanulmányozzák a klasszikus mestereket,
És itt látjuk a kiállításon a Szabó Vladimirnak a képét, aki visszaemlékezik a Dürer világára, és felvillan a Raffaello benne, egy ilyen nagyon érdekes, furcsa, eklektikus eleget képez, játékot, a képzelet kísérletét a Szabó Vladimir sok alakot rajzol. Ezek menekülő utak, külön utak, látható a kiállításon, ez az dolog is. A Grossárlódot kikapják, ugye fiatal ember, kikapják, és hát ugye mint egy ilyen kiállításra alkalmas fenomént sokfelé elviszik és mutogatják, Indiába is eljutott, sokfelé el tudott menni, kiállításokat csinált, a fiatal magyar művészet megjelenítéseként láthatjuk őt Új-Delhiben kiállításokat rendezett, bejárta az indiai kontinens. Sokfelé járt, az antikvitás különösen érdekelt, és az archaikus művészetet nagyon érdekelték. És most egy kicsit az európai kútnak a fenekére néznék, vagy kérném magunkat, hogy próbáljuk a Grosz Arnold életművet úgy nézni, mint egy olyan érdekes jelenséget, amelyben az európai képzőművészeti kultúra majdnem minden minősége megjelenik, benne van. A nagy kísérlet a reneszánsz kezdetének, még nem is reneszánsznak mondjuk, mert recentónak mondjuk még a 14. század elejéről van szó, és az itáliai szobrászatban és a festészetben kutatunk, akkor a legegyszerűbb rátalálunk nekünk ezekre a biblikus képekre, amelyek irdatlan sűrűségű eseményeket ábrázol, vagy írnak le. Tehát itt van ez a Giovanni Pisano, ez a fiatalabb Pisano, a Niccolò Pisano volt az öreg, aki Pisában, meg Siena, a pisztolyában dolgozott. A Giovanni volt a fiatalabb ember, és a betlemi gyerekgyilkosság, vagy az utolsó, az utolsó ítéletből, szószéken lévő domborműről van szó. Sok ember, mindenféle pózban. Nem mondhatjuk, hogy a reneszánszra jellemző finom megmunkálás és aprólékos és a részletekre is ügyelő előadásmód jellemzi ezt a domborművet. Sokkal inkább a parasztfaragásokra emlékeztet bennünket. De menjünk csak el a pécsi domkőtárba, és nézzük meg azokat a faragványokat, amik ott láthatóak. Bűbályos mindegyik, de mindegyik megoldásában ott van a pásztorfaragónak a képzetlensége, ha úgy tetszik. A leglényegesebb, majd mondhatnánk azt, hogy archetipikus vonásokat jelenítenek meg. Ugye a fő ábra, ez a földre szállt angyalka, teljesen, hogy úgy mondjam, amorf figura, a feje akkora majdnem, mint a törzse, és de gyönyörű ilyen földre szálló pózban van, éppen landolja, lábaival csücsörít, és éppen megérinti a földet és tunikáját. Már akkor tudják, hogy a Newton harmadik törvénye, a mechanika törvénye működik, mert minden erővel szemben van egy ellentétes irány, ugyanolyan nagyságú erő, és a tunikáját a földre érés sebességével emeli fel a levegő. Miközben azt mondjuk, hogy a középkor művészet az spekulatív és metafizikai értékekkel foglalkozik. Miért van benne ez a tunika emelő effektus? Azért, mert az emberek, akik faragták ezeket a szobrokat, normális tapasztalatokkal rendelkező emberek voltak. Többnyire jókezű parasztok, akik berendeltek vármunkára, egy-két bencés kőfaragó megtanította őket is, és az ő köznapi tapasztalatukkal faragták ezeket az ornamenseket, domborműveket, és hát teljesen természetes, hogy a szigorúan spekulatív szőlőornamensek közül kirepülnek a madarak, ha elmennek oda a kőtárba, akkor látni fogják, hogy ezeket a sűrű kis gombolyagok közül kirepülnek, megzavarták őket, kirepülnek a madarak, és a parasztember számára ez természetes. Most tehát a Grosz Arnold is, és így vadászik a művészet történetbe, és látjuk a bambábnál bambább arcokat, az öreg Peter Bruegelnek a tevékenysége beleütközik a lapokba, a Szép Művészeti Múzeum lapjairól van szó. Látja, hogy mennyi furcsa mozgáshibával, mit tudom én, mivel rendelkező ember van, és milyen kifejezések vannak. És ezekben úgy elmerül, és tanulmányozza őket, és,
és látja, hogy a havon hogy lehet menni, és a jéggel, és a nyomorultakat látja, és mindent megfest, és sűrűn ábrázolja ezeket a dolgokat egymás mellett, és ha mennyországot vagy poklot keres, akkor ezeket a tapasztalatokat biztos, hogy föl fogja használni, mint ahogy a természetről való tapasztalatokat is föl fogja használni, tehát a paglyok életéről, mert figyelnek ezek az emberek, körben mindent, ami körülöttük van, regisztrálnak. Az biztos, hogy a Grosz Andor is regisztrálhatott volna 1954-ben sok mindent. Mégis az a benyomásunk, hogy egy ilyen budapesti mesevilág, ahogy a képek címe van, hogy valami más csinál. Ha nagyítót veszünk a kezünkbe, akkor pontosan látjuk, hogy a Grosz Andor is megfesti a Clotilde palota paglyait, akik repkednek ott alul, a lányokat, és a rendőröket, és a klósárokat, és a csavargókat, és az újságárust. Ha nagyító van a kezünkben, képletes vagy valóságos nagyító, akkor ezeket feltérképezünk. Ezt a nagyon sok és sűrű, az élet minden apró mozzanatát feltérképező előadásmódot. Ugye a Ludwig Wittgenstein, a filozófus mondja azt, hogy a világ mindaz, aminek az esete fennáll. És az ember, amikor sok Grosz Andor lapot néz, akkor eszébe jut ez a bölcs Wittgensteini mondás, hogy a teljesség az, amiben minden benne van. És a Grosz Andor mintha kicsit szimulálná a Wittgensteini gondolatokat, hogyha ő a spanyol lépcsőre megy, vagy a Via Margutára Rómában, akkor ott az alfától az omegáig minden esetet és annak változatát feltérképez, és rögzít, és ott látjuk, ahogy az előbb elmondtam, mindenféle típusú embert és mindenféle típusú szereplőjét annak a színpadnak, amin ott ő van. És ezeket így nézegeti, és ezeket el lehet tanulni. És nem azért beszélek én erről, hogy csak a Grosz Andorra vonatkoztassam a vajákosok bűhelyét, a felfedezőket, a kutatókat, akik ilyen zárt, különös, titokzatos szobákban főzik a főzeteket, és olvassák a titkos könyveket, és feljegyzéseket készítenek, és anatómiát, tűzet, vizet, aranyat csinálva tevékenykednek, hanem mert egy kicsit ez a nemzedék is ilyen sötét szobákba zárt kutatóként és matatóként hozott létre egy rendkívül személyes grafikai nyelvet. Pontosan nem jelenik meg egyetlen idézet sem, még a Kondor Bélánál sem, egy az egyben idézet sem ebből az időszakból, de a hatása rendkívüli, mert a szabad gondolkodásnak, a szabad és korlátozatlan képzetek létrehozásának az igényével jönnek ezek a dolgok létre, hogy a tenger alatti és a tenger feletti, a lepkeszárnyal bibelődő bagolyképe és az igazságosztó angyalkép, ez is egy utolsó ítélet jelenet, sűrű az élet mindenféle figurájának, utalásának, zabolátlan felsorolása a képen. A középkor titokzatos világképébe belefér ez, hogy amikor a nem bizonyosságról beszélünk, akkor abban nagyon sokféle jel elhelyezhető. Ami nem bizonyos, az bizonytalan. A jelek világában rengeteg bizonytalan dolgot el lehet sütni. Milyen lehet az? Milyen lehet amaz? Hogyan néz ki ez? Milyen együttműködése van ennek, annak, annak? Abszolút a szürrealizmus szabályai szerint működő összefüggések kezdenek létrejönni. És ez a szürrealizmus már nem egy szokatlan dolog, hogyha a Grosz Andor művekre gondolunk vissza. Mert tulajdonképpen rendkívül szürrealisztikus az, hogy a város tele van alig észlelhető figurákkal, és nyüzsgés, és dongás, és minden van, mint a középkorban, mint az öreg Bosnál, vagy a Szabó Vladimirnál, ha éppenséggel azt gondoljuk. Ugrunk néhány évszázadot, és egy kollégánál vagyunk. És a kollega, a Szabó Vladimir lám a zenéről beszél, 1970 körül, és ott vannak ezek a bumfordi, különös, majdnem karikatúra-szerű figurák, akikből a Grosz Andort is rengeteget felismerünk, mert nem köti őt az anatómiai szabály, nem köti őt a nagy művészetnek az a normarendszere, amiről azt gondoljuk, hogy olyan következetesen számon kérhető lenne a képzőművészetről.
kompromittálódott a képzőművészet. Amikor én föltettem azt a kérdést, hogy a háború utáni időszakban az értelmiség mit is gondol a klasszikus közelmúltjának örökségéről, akkor nyilván kétségbe esett volt ez a nemzedék, hiszen nem állította meg a világégést ez a dolog. És akkor, amikor a kortársak, a Grosz kortársai, éppen úgy, mint ő maga, az antikvitás, illetőleg a korai reneszánsz művészetét felidézi, és újraalkotja, és csinál nagyon komprimált topográfiai definíciókat, vagy egy török fürdőnek a képét, akkor nem azt az álságos, különös boldogság állapotot idézi fel, amit a szocialista realizmus sugallt volna. Rengeteg ilyen képet ismerünk, tudjuk, hogy egy ilyen mímelt, nagyon a gics határon létező művészeti színpad az, amit a szocialista realizmus csinál, ugye sok verőfényes, tiszta, belső tér, viaszos vászon asztalok, azon finom sütemények, ropogós, fehér blúza, anyukám, apukám, rendes nyakkendő, gyerekek abszolút jól fésültek, és nyakkendő van rajtuk. De bebe csúszik, 1950-ben vagyunk, szóval hát ugye 48-ban még lehetett volna másképpen is, alig vagyunk 48 után. Itt még van valami bambaság, valami nyilvánvalóan rejtett kritikus megfogalmazás, senki nem tudja, hogy kiről van szó, Rozsi Jánosról szólva. De csupa bamba és gügye ember fest, mindenki vonul, gügye a katona, gügye a rendőr, gügye a postás, mindenki, az egyenruhások főleg igen gügyék, és hát itt is ilyen lárvák énekelnek, meggyőződik, és akkor jelszavak, minden Petőfivel a szabadság előre is. És ugye ez egy ilyen különös, hamis világ, mert közben meg magyar parasztok halnak úgy szóval éhen, és tudjuk azt, hogy milyen az a beszolgáltatás, és tudunk sok mindent Magyarországról, most erről azért különösebben nincsen szó. És az öreg mester is ott van a háttérben, a Hinz Gyula, akinek a kézjegye talán a legfontosabb olyan alap volt a grafikai történetünkben, ebben a modern grafikai történetünkben, sok nagyszerű alapja van ennek a korszaknak, de ugye a Hinz Gyulát idézzük fel, mert ő mestere a főiskolán, a Grosz Arnoldnak is, aki hát a szabad alakításban, meg a saját kézjegy átadásának energiájában páratlan színvonalú volt, és ezt a szabadságot, ezt ő, bár van egy kicsit manierista jellege is ennek az előadásmódnak, de átadta, hibátlanul és torzításmentesen átadta az utána következő nemzedéknek, és nem is izolálódtak ezek a fiatal emberek a Hinz Gyulától, a mestertől. Amiért vetítem, vagy amiért fölemlítem őt, a kiállításon Hinz Gyula nincsen különösebben hangsúlyozva, de azért említem föl, mert a struktúráló, geometrizáló, rendszertelen elvek, egy kicsit az ornamensre utaló mozzanatok a berendezésekben, mindenképpen újdonságot jelentenek a laza és rugalmas alakítás mellett, amit hát eddig láttunk. És akkor megjelenik ugye hát ez 65-ös kép, egy illusztráció, de hát már az 50-es évek közepén majd fogok még ilyen vetíteni. Megjelenik egy nagy renitens a Hinz Gyula osztályból és körül, a Kondor Béla, aki hát a mítosztalanságú korában ugye kérdezi magától, hogy van-e annak a korszaknak összefogó és egységes gondolkodásra készítető mítoszrendszer, amiben élünk. És azt mondja, hogy nincsen. Mert a szocialista ideológikus típusú mitológiák, mint a szocialista hőséválás mitológiája, ugye a Jevtusenko mondta ebben a pillanatban, hogy nagyjá nem lenni gyalázat, mint nagyjá legyetek. És a nagyságnak a karakterjegyeit tulajdonképpen egy generalissimusban rajzolják meg. Tehát nekünk mindenen áttörő, minden részletkérdéssel könnyen ilyen számotvető, törtető és abszolút sikerképességgel rendelkező figurának kellene lennünk. Tehát egy ilyen világban jön egy ember, aki mítoszokat próbál találni. Mondhatnánk azt is, hogy
hogy egy kis őrültség van ebben a világban, amely erőszakosan próbálja bebizonyítani, hogy a feljebb valónak a mutációi ma is itt léteznek és szabályozzák a mozdulatainkat. És ugyan ez a William Blake verséhez egy illusztráció. A William Blake az 1700-as évek végének egy ilyen nagyon korai romantikus festőköltője volt, egy sajátságos, különös biblia átiratot, sorozatát képez, egy gyönyörű verseket csinál. Ez az angol korszak, ez egy nagyon izgalmas korszak. Hát átiratokat csinál, de a következő kép az sokkal világosabb lesz már, mert ez 957-es kép, egészen picike kis részkart, 197 mm, tehát 19 centiszer, 12 centi, picike kis rajt, nagyon-nagyon finom részkarsz technikával megcsinált kép, egy konstrukcióról szól, valami különös mahoni épület, vagy forgó, vagy darú épület, és a modern ember hogyan válik az önmaga által teremtett diadalmas technológiák áldozatává, és az angyalok se tudnak segíteni rajta. A sokszárnyú angyal is próbálja föltámasztani az ember is próbálja magát föltámasztani, próbál úrrá lenni a szerkezeten, de nem fogja a mennyországot meghódítani. A Kondor Bélában van egy ilyen filozófáló, mitoszteremtő hajlandóság. Meglátjuk, a Grossanóban is van egy ilyen hajlandóság. Vagy a mitoszok újrateremtése. Mindenki tudja, aki egy kicsit a képzőművészet történetében van, vagy templomjáró és egy-két mellékkápolnába bekukkantott, ahol a megkísértés jelenetek vannak. A Szent Antal megkísértés egyáltalán az egy főbejáró fejezet ebben a körben, hogy ki mindenki közelíti meg az álhatatosságában már őrülté váló, eszerős mozdulatokat tevő Szent Antal, és közben itt a tankokkal is jönnek, és a nők is jönnek, és a pénz is jön, és a kabalisztikus játékok is jönnek, és a kísértéseknek nagyon sokféle változata van. Ez egy komoly művészettörténeti lecke, a kísértéseknek van egy ilyen nagyon érdekes illusztráció története, érdemes tanulmányozni. Ez is benne lesz majd a Grossi életmű. És itt van Hürc Ádám figurája, illusztráció, Kass János figurája. Szerintem itt van a Rékasi Csaba, ő kim van itt a kiállításon is. Megint a sűrítése, a dolgok nagyon-nagyon sűrűn együtt vannak, és aprólékos, gondos előadásmóddal, éppen úgy, ahogy a Grossi Arnold a maga műveiben veszi számba a környezetét. Tegyük itt hozzá a fejtegetéseinkhez, hogy ebben a pillanatban mi is ad erőt annak, hogy ilyen minőségű és ilyen mennyiségű, nagyon színes és változatos grafikai mű jön létre. Nem a kiállítások és nem a polgárosodó Magyarország piaci adottságai. Nem nagyon vásárolnak képeket. A képcsarnok el tud adni ugyan az utazói segítségével, a kereskedői segítségével képeket. Könyvkiadás. Mert Magyarországon ekkoriban volt könyvkiadás még. És rengeteg gyönyörű könyv jött létre, kiváló könyvtervezők voltak, akik igénybe vették a korszak legjobb alkotói. És hát tényleg szerisen száma nincs azoknak a mestereknek, akik például a könyvkiadásnál debütáltak. Sose felejtem el, hogy például a Berta Bulcsúnak volt valamikor a 60-as évek legvégén jelent meg egy könyve, az Arlekin és szerelmes, egy pécsi porcelánfestő kislányról és az ő szerelméről szólt ez a könyv. És a Lantos Ferenc, aki még fiatal ember volt, ott elsüthette a címlapon a maga képi ideáit. És a könyvkiadásban, a könyvtervezésben nagyon sok új és reményteljes alkotónak adtak lehetőséget. Így jelentek meg ugye a Kondor Béla illusztrációk, de Hemingway-től kezdve sok mindenkit illusztrált, illusztrátorként, és a Hürc Ádám, és az említett Reich Károly, akit még a bevezetőben említettem, ugyancsak könyvillusztrátorként jelenik, hogy belelapoznak ebbe a modern olasz költők antológiájába, ami ki van az asztalon, akkor látni fogják, hogy az a szenzációs vonalrajz, amit ő kialakított, az mennyire egybevágó avval, amit az Amerigo Todd csinált például.
egy vonallal, gyönyörű krokiban, tökéletes női testeket megjelentem, amiben a dizájnjó, a mindent kifejező vonalú, nem akarnék ebben különösebben elmerülni, de az absztrakció tulajdonképpen legtelítettebb formája a rajz, a rajzi vonal. Mert még a voltak, mégiscsak azért annyit mondok, mert ezt újra játszották a Grosz Arnold és a Kondor Béla, pontosan ugyanúgy, ahogy az öreg Michelangelo meg a fiatal Raffaello beszélgettek 1507-ben mondjuk, mind a kettő ott dolgozott a Vatikánban, az egyik a tetőn festette a Sixtust, a másik meg a pápai dolgozószobákat pingálta ki éppen, és időnként találkoztak, és beszélgettek arról, hogy mindennek az alapja vonal, mert mit kell a vonalnak tudni? A vonalnak tudni kell jelezni azt a teret, amiben van, jelezni azt a nemet, amit képviselni fog, férfi, nő, virág, állapítvány, azt a kort, amelyet az meg mindent, az égett világon rá lehet bízni a vonalra, és példákat adnak egymásnak arra, hogy a vonallal mit lehet megoldani, ezzel az alapvetően grafikus megoldással. A Sandro Botticelliben valószínűleg senki nem kizárólagosan tiszteli a koloristát, mert ha csak kolorit volna, a Sandro Botticelli senki volna. Sandro Botticellinek rajza van. A Botticelli mindent megrajzol, és a színeknek is határa ad, és azok is vonalat hoznak létre, a színhatárok. És minden grafikai jellegű, hihetetlen pontos és szigorú, és mindent eláruló az a grafikai technika, ami létrejött az 1470-es, 80-as évekre. És hát ugye ezek a nagy mesterek a maguk paragónéiban, a maguk kis vitáiban tisztázzák a vonal minden hatóságát. A legmagasabb rendű absztrakció. És mi a legmagasabb rendű absztrakcióval találkozunk akkor, amikor ezeket a rajzokat nézzük. Mi minden rejtőzik. Itt most ilyen művészettörténeti anekdoták rejtőznek ezek mögött, a képek mögött, minden nincs időnk. Itt meg ez különben is csak egy kiállítás megnyitó, hogy ne magasodjék ez a megnyitó a kiállítás fölé. Beszéljünk inkább a Grosz Arnoldról, hogy a vonal létrehoz egy gyönyörű és jól ismert ornamentika rendszer. A mi számunkra jelentéstani problémát semmiféle módon nem ad egy ilyen kép. Az enciklopédia, könyvtár, amiben minden benne van. Az utalásrendszerek, kik a kedvencek, a Karintitól, a stb. Dantén keresztül, mindenki, a Márai Sándor is itt a polgárokról. És ezek ilyen korai dolgok, a 60-as évek végén létrejövő dolgok, minden számba vesz, mindenre utal, egy-egy vonallal tökéletesen ábrázolhatóvá teszi a dolgokat. A boldogságnak, a ilyen különös álomvilágnak a szigeteit teremti meg. Mindenki érzi, hogy az 1960-as években zűrös idők voltak ezek. Szerencsére itt már vannak olyanok, akiknek erről tényleges tapasztalataik nincsenek, de ezek nagyon-nagyon súlyos esztendők voltak. 10 évvel az 56-os forradalom után még bizony voltak börtönben emberek, még bizony sok minden történt a titkos irodákban, és a sikerképességet bizony lóhasztották nem egyszer ezek a körülmények. Kitalál egy különös menekülési útvonalat a Grosz Arnold magának. Jól ismerjük ezt, a Gulácsi Lajos is kitalált, csak a Gulácsi pszichotikus volt, ahol természetes ez a külön világteremtés. De a József Attila is foglalkozott magammal, ugye a külön világot alkotok magamnak, keretülő tavasz, friss humusz, a lelkem mondja ugye szonett koszorújában. Ez a külön világ, ez nagyon izgalmas világ művészeti szempontból, mert ez nem menekülést jelent a valóságban. Thomas Mann is mondja, hogy a zene az politikailag feltétlenül megbízhatatlan jelenség, mert ugye nem szabályozott a zenében, annyi minden történhet. És egy Goebbelsz, aki a kultúrás ügyekért felelős, fontos személyiség, az bizony gyanúval nézett, hogy ki mindenki gondolhat mire, miközben szól egy zene. Hát ez nem helyén való dolog, hogy csak úgy gondolnak az emberek erre, arra, meg amarra. Szóval érdekes ez a külön világteremtés. Menekülő útvonal a sikereket feltétlenül nem garantálja, anyagi értelemben semmiképpen, de a figyelmet azért ébren tartja ez iránt a nemzedék iránt, és a Grosz Arnold ebben a nagyon-nagyon kedves, mesés,
külön világot, kis koboldok világát. Tehát ez olyan, mint a Szent Iványi álomnak a kikos mese intervallumai, ahol koboldok vannak, és átváltozások, és szamarak, és mindenféle lények egymás mellett is. És ilyen varázsvilág, amelyben olykor föltűnnek valóságos növények, valóságos tagozatai, de pillangók beszélnek embermódra, átváltozások vannak. Nagyon jól tudjuk, hogy az átváltozás a 20. század nagy műfaja, az átalakulások, és nem véletlenül kezdi az átalakulások kultuszát a Pablo Picasso a metamorfózisokkal, Ovidius mintájára, ő maga is újraalkotja a Minotauromachiát, és gyönyörű képek jönnek ebből a Kondor Bélánál is felfedezhető mitoszkeresésből, de hát mi magyarok is csináljuk ezt. És aztán bejárja ugye természetesen Európát, és nem gondoljuk azt, hogy topográfiai szempontból bármiféle tévedés is volna a művekben, de azt csodálkozva és örömmel látjuk, hogy benépesíti saját világának alakjaival a brüsszeli főteret és a kis kereskedőházak vagy nagy kereskedőházak ablakait hiánytalanul magyar világokkal és figurákkal, a mély történelemből és a jelenből, ehhez kell aztán a nagyító. És akkor kiderül, hogy ez a világ mindaz, aminek az esete fennáll, mert igyekszik egy lehetségesen előálló négyszögletű keretrendszerben minden olyan adatot elhelyezni, ami az ő fejében létezik. Az ég egy világon minden szerepel, emberek és kapcsolatok és állatok és virág, szórakozási szokások és italok és gyümölcshámozás és limonádé és amit akarnak is. Amsterdam képe és amsterdami szerelmesek, kicsi ilyen módéva virágárusok is. És mindenhol emberek néznek, és minden kalitka mögött élet van, és minden saját életet teremtenek meg az emberek, és még nem azt mondják, amit a szkeptikusok 20. századi ezek a kis kalitkák, ezek ilyen szaporító ketrecek volnának, itt mondjuk a kertvárosi típusú, vagy ulánvárosi típusú, vagy marseilli típusok alatt az egész világ ilyen házatban lakik, ilyen szaporító ketrecekben lakik, hát élettel van teli, és virágokkal van teli ez a világ, még nem kétségbejtő ez, ez még reményteli, és derűs, és bizakodásra a római ünnep tele van virágra, ornamensekkel, gyönyörűséges, csillogó karácsonyfákkal, a világ, az ajándékok felsorolásával, és az egészben ott van talán az erdélyi, nem mondhatjuk tételesen, hogy ez így van és ez valóságos, de ott van a népi kultúrának, a kerítéseknek, a kapuknak, a kínzéseknek, subáknak, szűröknek, egy-egy motivuma, az, hogy ismétlődések vannak, szívecskék és pontocskák, és egyszerre kicsit iparművészeti jellegű, népi művészeti jellegű, ugyanakkor városiasan beszélő volna. A Grosarnold képeiből most így válogatunk, és befejezésként csak szeretnék egy jelen pillanatban aktív képzőművészeti álláspontot felidézni. A Györfi László, például fiatal magyar képzőművészről van szó, aprólékos, színezett grafikákat hoz létre, vegyes hulladékok, pontosan abban a szemlélettel, csak a boldogság koeficiens kizárásával dolgozik, ahogyan a Grosarnold. És látni fogjuk itt majd, hogy egy sorozat, grafikai sorozat, 7 fej, 10 szav, 9 szem, aszimmetrikus számkapcsolatok ezek, a hibák számkapcsolatai, minden amorf, semmi nem szervezhető meg hibátlan egységként. A dolgok számbavétele, a játékosság, ott van a picike kis rajzokról van szó. Ugye ebből a 7 fej, 10 szav, 9 szem sorozatból egy lap. A katedrális leomlik, és itt van a hitetlen, és reménytelen, és
felúszított és felingerelt embereknek ilyen ázalékszerű, ilyen zombiszerű felvonulása, sűrített megoldások, majdnem ornamentális megoldások. Ott van egy drámai olvasatban a Grosz Arnold üzenete a képeken. És hát egy kicsit kommersz irányba, tehát egy ilyen példát is azért hoznék ide, kommersz irányba is mozdult ez a dolog, elcsúszik a könnyen fogyaszthatóság, a szórakoztatóság, egy kicsit a cirkuszi mutatványok felé is, ha valaki ezt így akarja, az, ami a Grosz Arnold életműben rejtettem, vagy feltárulásra készen megtalálható. Ugye a Kerény Imre rendező tavaly kapott pénzt ahhoz, hogy megrendeljen a magyar történelmről szóló ciklusokat, és hát a Galambos Tamásnak, aki hát ilyen a naív képzőművész, jutott a feladat, hogy az 56-os mitológiai körnek, a forradalom és szabadságharc témakörnek a feldolgozásába kezdett, és az előszezonról, a forradalom előkészítése, ugye itt már az Európai Unió reménye a főszakács kezében, meg a békegalambok, gipsz figur, de mindez jellemzően ott van a dolgok kezelésében, a Grosz Arnold életműnél is. Kiterjedt, szerteágazó, rendkívül tartalmas, további inspirációkat jelentő életmű a Grosz Arnoldé. Sajnálatosan félbeszakadt ez az élet, nem szakadt félbe, befejeződött ez az életmű, de ez az örökké valóság, hogy működik ezerféle ponton és formában, működik ez az életmű, és holnap lesz egy esztendeje, hogy meghalt Grosz Arnold. Tehát rendkívül érdekes összehangzása a dolgoknak, hogy ma itt a halála előtti napon beszélhetünk róla, és én nagyon köszönöm Önöknek, hogy figyelmet szenteltek ennek a néhány mondatnak.